Megy a hasam. Késnek. Sándor 10 órára ígérkezett. Jókaihoz mentek, ott csatlakozik hozzájuk Bujovszki. Mit csinálhatnak ennyi ideig? Na, Irini uram, nem ezen a pár percen áll, hogy bukik a magyar szabadság. A 12 pontot tökéletesítik. Mit kell azon tökéletesíteni? Úgy jó, ahogy van. A jókai féle precizitás. És a Petőfi féle lobogás. Főleg a Szendrei nagyasszony őrzi a lángot. Kasmári és Bujovszki meg tarthatják a gyertyát. Miközben jókai barátunk testközelből figyelheti, hogy mit kíván a magyar nemzet. Önmérséklet rintem önöket, uraim. És megkérem mindnyájukat, hogy tiszteljék meg a Pilvax körmei ülését azzal, hogy mellőzik az ilyen albári tréfákat. Vigyom valamit, József. Még élünk. Nem Magyarország temetésére gyűltünk ma itt össze. Még az is lehet, ha nem vigyázunk. Bécsben kitört a forradalom. A császár kiirdette, hogy a jövőben alkotmányos jogokkal ajándékozza meg Ausztriát. Aponyi lemondott, Metternich tehet nekem egy szívességet. Innentől kezdve senki sem szabhat gátat nekünk. Elsöpörjük az osztrák elnyomást. Sok. Azért óvatosnak kell lennünk. Léderer altáborra egy kémei bárhol ott lehetnek. Gyanítom, itt is itt vannak. A Károly laktanyában több ezer fegyveres csak a helytartó parancsára vár. Nem mernek beavatkozni. Úgy legyen. Meg kell egyeznünk a várossal és a helytartó tanáccsal. Ez az egyetlen járható út, különben elszabadul a pokol. Matt. Elegem a pokol! Vasvári! Helyesen beszélt az ellenzéki kör tegnapi gyűlésén, mikor a forradalom mielőbbi kitörését sürgette. Hát mit gondolnak, uraim? Hány évtizedet kellene várnunk, hogy Batthyány meg Kossuth kigrundulja a függetlenséget? Ez utópia! Csak egyesek ezt nem fogják fel! Nem érti, Dániel? Mi mindannyian a forradalom mellett vagyunk. De ésszel kell végrehajtanunk. Nem ronthatunk be ajtóstul a házba. El kell fogadtatnunk a 12 pontot! Rottenbillerben még bízom a városnál, de Zichigrov keményebb dió lesz. Hát, ha a város meggyőztük, talán a helytartó tanácsnál könnyebb dolgunk lesz. Talán! Tögöljenek meg! Dániel! Jó, iszom valamit. Kevesen vagyunk. Sokan vagyunk kevesen, drága barátom. Adja Isten, hogy nem az ital szól önből, hanem a proféta. Meg kell győznünk az egyetemistákat. Az egyetemistáknak tilos a politizálás. Pont ezt kell feloldanunk. Ha az egyetemisták mellénk állnak, az önmagában még nem elég. Ne legyünk kisítőek, uraim! A bécsi forradalom híre Pesten mély nyomokat hagyott a lelkedben. Felbojdult az egész város, az egész ország. Tennünk kell róla, hogy mindenhova eljussanak a hírek. Ki kell vívnunk a sajtószabadságot. Úgyis olyan sokan olvastak vidéken. Most miért hívj Triolos, Dániel? Minden faluban van legalább egy ember, aki tud olvasni. Azok majd továbbadják a hírt, ami úgy fog terjedni, mint a futótűz. És mi lesz az arisztokráciával, a köznemességgel, a földbirtokosokkal? Ők hogy fognak reagálni? Hiszen jól ismerjük ezeket a derékurakat. Úgy hiszem, kevés lesz az örvendező. Persze van közöttük művelt, jóérzési úr, lelkes híve a józan reformoknak, de lehetetlennek tartom, hogy ne kastélyaikra, földbirtokjaikra gondoljanak. Jó magyar, meg tót jobbágyaikra, kik égbérért nékik robotolnak. Nem fog eszükbe jutni, hogy a fordulat után hányan akarják elnyisszantani torkukat. Ők félnek a forradalomtól. Azokról a jó emberekről nem is beszélve, akiknek mondjuk a nagybátyjuk hivatalnak Bécsben. Ezek a jó köznemesek nem ellenségei ugyan a haladásnak, de hát megvan nekik ígérve a báróság, ha kitartanak a bécsi kormány mellett. Tehát maradnak császárpártiak, mint halálig. Micsoda mocskos világ ez. És a szolgalelkűekről még nem is szóltunk, akik még véletlenül sem akarnak bárók lenni. De ha mondjuk az apjuk egy gróf, jószág kormányzója, hát persze, hogy az örökébe akarnak lépni, mert jól jövedelmező a húsos fazék közelébe lenni. És hányan vannak, akik nem harcolni akarnak Bécsel, hanem kiegyezni? Kialkudni a szabadságot, ha lehetne? Ez lenne ám a szegényes szabadság. Vannak ebben az országban derék magyar nemes urak is, akik jártak Európában, angol és francia könyvek, újságok forognak a kezükön, és ég a lelkük a rettenetes szégyentől, ami itt folyik. Rájuk lehet felelősséget, közhivatalt, minisztériumot bízni. Hadd utaljak például Batthyányira, Andrásira, vagy éppen Széchenyire. Józsefnek igaza van. Köszönöm, Vidács úr. Hinnünk kell magunkban, a józan észben és Magyarország felemelkedésében. Ámen. Hát akkor erre ígyunk. Emeljük poharunk a független Magyarországra. Éljen a független Magyarország! Éljen a Magyarország! A fiatalok, Isten hozta önöket, drága barátaim! Eljött a mi időnk. Legmélyebb hódolatom, drága asszonyom. Dániel maga mindig nagyon kedves. Meg ezt igazgódj magukért. Ó, ne féltsen bennünket, de
Úrikkal elfésültük a 12 pontot. Legyen olyan tökéletes, mint majdan a magyar szabadság része. Mór. Hallgassák meg, uraim. Mit kíván a magyar nemzet? Uraim, kérem. Bocsánat. Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság és egyetértés. A 12 pont. Kívánjuk a sajtó szabadságát, cenzúra eltörlését. Felelős minisztériumot Budapesten. Évenkénti országgyűlést Pesten. Törvény előtti egyenlőséget vallási és polgári tekintetben. Nemzeti őrsereg. Közös teherviselés. Úrbéri viszonyok megszüntetése. Esküdszék képviselet egyenlőség alapján. Nemzeti bank. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra. Magyar katonáinkat ne vigyék külföldre. A külföldieket vigyék el tőlünk. A politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak. Unió, vagyis Erdélynek magyarországgali egyesítése. Egyenlőség, szabadság, testvériség! Bravo! Tökéletes! Nagyszerű munka, uraim! És hölgyem, gondolom, Kegyed is részt vett a munkában. Dániel úrfi hízelgése már kihívó. Sándor mindig érzékenyen reagál az ilyen megnyilvánulásokra. Különösen kialvatlanul. Egész ilyen ébre voltunk, uraim, és azon tanácskoztunk, hogy mit kell tenni. Határozottan az állt előttünk, hogy tenni kell. Mégpedig holnap, mert... Holnap után már késő lesz. Félre a tréfát. Szerintem abban egyetértünk, hogy nem várhatunk a március 19-i József napi vásárig. A magyar bankettet ugyanekkorra szerveztük, de a bécsi események átírták a forgatókönyvet. Cselekednünk kell, uraim, méghozzá minél előbb. Ezért vagyunk itt mindannyian, Bujovszki. Esküszöm a szabadság istenére, hogy mindaddig nem nyugszom, míg a zsarnokság fenét gyökerestül ki nem írtottuk. Majd a fel van tüzelve, pár. Csodálatos a helyvileg. El kell mennünk az egyetemre lelkesedéssel és a sors iránti bizalommal. Tudatnunk kell velük a kiáltmányt és Sándor barátom versét, a nemzeti dalt. A professzorok mindent elfogad... Őket bízza rám. Staffenberger már szervezkedik a jogi karnál. A mérnököket és az orvosokat Tóth Gáspár, Molnár György és Gyurkovics Máté agitálja. Egy gombkötő, egy szabó és egy szűcsmester. Jó felhozatal. Dániel úrfitán az arisztokráciával kíván forradalmat csinálni? Jó hazafia, kitűnő emberek. Eddig mindig mindenben támogattak minket. Mindenki izgatott. A népet könnyű lesz mellénk állítani. A Habsburgok megrogytak, Európa szabadságvágytól hangos, itt a soha vissza nem térő alkalom. Igen, szabaddá kell tennünk a sajtót, szereznünk kell egy nyomdát. A cenzúra eltörlésével nagyot lépnénk előre, az biztos. Ha minden a várakozásaink szerint fog történni, meg se állunk a helytartó tanácsig. Nem lesz könnyű menet. Hinni kell, hogy van remény. Bár így nincsenek van. Csodák. Dániel maga többet ivott a kelletén. Még nem elege. Barátaim! Emeljük poharunkat a szabadságra és a szerelemre. Igen, szabadság. Barátaim, szeretnék önöknek elmondani egy személyes dolgot. Évek óta csak nem kirekesztőleges olvasmányom, reggeli és esteli imádságom, mindennapi kenyerem, a francia forradalomnak történetele, a világnak ez evangéliuma, melyben az emberiség második megváltója, a szabadság hirdeti igéit. Esküszöm önöknek, hogy ennek minden szavát, minden betűjét szívembe vésrem. Induljunk, barátaim. A magyarok istenére. Esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyarok istenére. Esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Szabadság! Függetlenség! Felverik az egész város! Takarodjanak innen, mit gondolnak! Züllött részek, banda! Oh!
szeminárium professzora! Kérem önöket, szíveskedjenek elhagyni a teret! Az egyetem slendrián rendszere meg akarja önöket gyilkolni! Elhagyjuk! A tanárok egy idegrendszer szolgalelkű gépei! Azért tiltják önöket, hogy a reformlakomán megjelenjenek! Önök ne hajtsanak az ilyen egyszerű parancsokra! Mérnök, orvos, jogtanár parancsol az előadás terében! Parancsol a kolágyánál, a tervezőasztalnál! De önöket honpolgári kötelességük teljesítésében nem gátolhatják! Úgy van! El kell hamadni mindannak, amit a zsarnokság épített a népszabadság megdöntésére! Európa átalakulóban van! A világ változik, uraim! Igen! Itt az ideje, hogy a változás szere a mi országunkat is megcsípje végre! Igen! Barátaim! Hallgassátok meg Jókai Moltól! Mit kíván a változó világban a magyar nemzet? Hölgyeim és uraim! Legyen béke, szabadság és egyetértés! Hallgassák meg a 12 pontot! 1. Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését! 2. Felelős minisztériumot Budapesten! Igen! 3. Évenkénti országgyűlést Pesten! Igen! 4. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben! Igen! 5. Nemzeti őrsereg! Igen! 6. Közös teherviselés! Igen! 7. Úrbéri viszonyok megszüntetése! Igen! 8. Esküdtszék képviselet egyenlőség alapján! Igen! 9. Nemzeti bank! Igen! 10. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra a magyar katonáinkat, ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk! Igen! 11. A politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak! Igen! 12. Unió, vagyis Erdélynek Magyarországban egyesítése! Egyesítség! Szabadság! Szabadság! Ugyan! Magyar nemzet, szabad nemzet, nem olyan kint osztrák nemzet! Magyar nemzet, szabad nemzet, nem olyan kint osztrák nemzet! Magyar nemzet, szabad nemzet, nem olyan kint osztrák nemzet! Barátaim! Hallgassátok meg figyelemmel és tisztelettel hazánk lelki ismeretét, ahol tiszta szívű fiát, Petőfi Sándor! Talpra magyar! Híja haza! Itt az idő! Most! Vagy soha! Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, választhatok! A magyarok istenére esküszünk! Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak! Ősapáink is szabadon éltek hajtak! Szolgaföldben... A magyarok istenére! Ennek az úrnak a piszkossága minden mértéket meghaladó. Kossuth
dolgozott, mint egy barom. Kérkedés nélkül a pesti illat felvirágoztatásáért, de ez a szemét Metternich parancsára kidobta szerkesztőségéből. És a magyar ifjúság ettől remél segítséget. Az ilyet fel kellene lógatni az első pályára. Dániel, moderálja magát! Higgyel jobban áll magának, amikor nem beszél, csak iszik. Ez bárhol, bármikor szívesen megteszem, drága asszonyom. Bármennyit. Vanderer Lajos nyomda tulajdonos! Felszólító műhelyét a magyar ifjúság rendelkezésére bocsátani! Kérem magamnak ezt! Tisztelettel köszöntöm az urakat. Kegyelmedet is, Dániel. Miben állhatok szíves rendelkezésükre? Micsoda színjáték! Landerer úr, a forradalmi ifjúság nevében felszólítom, nyomtassa ki a független Magyarország 12 pontját és Petőfi Sándor költő nemzeti dalcímű versét. Értem, uraim. Követelésük nyomda technikai szempontból bagatell, könnyen kivitelezhető. Mi sem természetesebb, hogy ezen igényüket én könnyen kielégítem. Megyek és elkezdem a munkát. Egy apróságot elfelejtettem. Mielőtt elkezdeném, szabad megnéznem a cenzori pecsétet? Nincs cenzori pecsét, forradalom van, papa. Értem. Hát az más. Az egészen más megvilágításból helyezi a dolgokat. Én a forradalom idején is törvénytisztelő ember vagyok, úgyhogy sajnálattal kell közölnöm önökkel, hogy pecsét nélkül nem nyomtak. Szégyelje magát, Landerer! Az utókor sohasem fogja magának megbocsátani. Utókor! Hülye! Gyerünk innen! Keresünk egy olyan embert, aki nem csak nyomdász, de hazafés. Úgy van, hely, uraim! Várjad! Miért nem foglalnak le tőlem egy nyomdagépet? Tessék, foglaljanak le egy nyomdagépet és zárjanak be az irodába. Zord erőszak hatása alatt az irodámban kucorogva képtelen voltam megakadályozni, hogy vad magyar férfiak kinyomtassák lázító röntgenataikat. Most is az eseménynek hatása alatt áll. Ezt fogom mondani a titkos rendőrségnek, ha esetleg kihallgatnak ebben az ügyet. Zseniális! Na, foglaljanak már rá, nyomdagépet! E sajtót a nép nevében lefoglalom! Ezt nem tehetik velem! Szálljon! Törekvéseinket nem akadályozhatja meg Landerer Lajos! Ezennel önt bezárom az irodájába! S egy nyomdagépét lefoglalom! Segítek! Botrány! Micsoda botrány! Botrány! Kikérem magamnak segítség! Éljen a sajtószabadság! Senki és semmi nem állíthat meg minket! Miután kinyomtatták követeléseinket, átvonulunk a múzeumkertbe. Hirdetnünk kell eszmény létjogosultságát! Meg kell termékenyítenünk a párizsi és bécsi forradalom elszórt magjából országunk áldott földjét! Kiáltsuk ott a múzeumkertbe világá! Elég volt abból, hogy idegen uralkodók üljenek, terhektől roskadozó, meggyötört hátunkon! Önálló magyar köztársaság! Ez az egyetlen járható út, mely a jövőbe visz. Elég volt az elmúlt évszázadok sötét elnyomásából. Éljen a független Magyarország! Szórólapokat! Szét kell osztanunk! A nyugodtának emberünk! A nyugodtának! Vonuljunk át a múzeumkertbe! Tudja meg mindenki, mi van itt a éledőben! Magyarország legnagyobb ellensége, a közöny. Hogy van? Az érdekelenség. Nincs mire várni. Hadd adjam át a szót. Bujovszki Gyulán. Bujovszki! Bujovszki! Köszönöm, barátaim. Magyar, én nem vagyok olyan jó szólok, mint Hauzárja, ezért idegen vonalakkal fogom ékeskedni. Petőfi Sándortól, testi lelki jó barátomtól szeretnék felolvasni néhány sor. Legyünk nagyok, mint illik mi hozzánk, hogy az Isten gyönyörködve nézzel le ránk, s örömében mindenható kezével fejünkre örök áldást tetézzen.
Irini József! Irini Dániel! Kulak Kriva! Jókai Mór! És szerint személyen! Ha önök egyetértenek ezzel, kérem, emeljék fel a kezüket! Köszönjük a bizalmat! A városra lehet találkozni! Független, szabad Magyarországot! Nem tehetem, uraim, nincs rá felhatalmazásom. Önök állítólag mind igaz hazafiak. Itt az alkalom, hogy megmutassák ezt. Vasvári, önök kiszabadították a szellemet a palackból. Csak egy szikra és lángba borul a város. A kezünkben tartjuk az események fonalát. A helytartó tanács és az udvar áldása nélkül nem tehetek semmit. Meg van kötve a kezem. Bécsben forradalom van. A kormány megbukott. Metternich gyávanyúként menekül. Uramisten, hol élnek maguk begyöpösödött bürokraták? Ezt a hangot kikérem magamnak. Bocsásson meg, polgármester úr. Dániel, üljön le! Egyeztetünk ez Zicsi grófval. Azzal időt veszítünk. Értsék meg, a hadsereg fölött nem rendelkezünk. Ha önök aláírják a követeléseinket, akkor ez olyan nyomást gyakorolhatna a helytartó tanácsra, amely több mint gesztus értékű lenne. Félek, radikalizálódni fog a helyzet. Háborúba sodorjuk az országot. A háború már korábban Bécsben elkezdődött. Önök komolyan gondolják az úrbéri viszonyok megszüntetését és a politikai foglyok szabadon bocsátását? Nincs más alternatíva. Fantaszták. Ez teljességgel lehetetlen. Ha nem lennének fantaszták, már régen kihalt volna az emberiség. Vasvári úr, biztosítékot kell kapnunk, hogy nem lesznek erőszakos cselekmények. Mindannyian ezt szeretnénk. Milyen biztosítékot kaphatnánk, alpolgármester úr? Nos, ha létrehoznánk egy rendvédelmi bizottságot, amelybe mi is tagokat delegálnánk, akkor maradna erre némi esély. Egy kérésem van. Engem hagyjunk ki ebből. Szükségünk van az aláírására, polgármester úr. Kutya úristen itt ennek a kifordult világnak! Hát tavaly le kellett volna mondanom! Ezt aláírom, engem a helytartó tanács urai kiherjenek. Ön a forradalmi tanács védelme alatt áll. Sokra megyek vele. Polgármester úr, ha felállítjuk a közbátorsági bizottságot, mint rendvédelmi szervet, akkor egy esetleges elszámoltatásnál ez megfelelő védelmi lehetőséget ad a számunkra. Viszont ha most nem írjuk alá 12 pontot, akkor könnyen megtörténhet, hogy még ma este felkoncoltattatunk. Úgy tűnik, csak rossz és rosszabb közül választhatok. Ezt ne így fogja fel, polgármester úr. A városházáról ki lenne benne ebben a bizonyos bizottságban? Engem felejtsen el, Rottenbiller. Értem. Nos, szerencsés volna Hajnik Pál uram közreműködése, akkor a belügy is képviseltetné magát. Valamint Vacskovics főjegyző úr, Nyári Alispán úr, valamint szerint személyem megfelelő létszámú delegált lenne. Nyári kegyelmes urat majd én értesítem. Hajnik uram, vállalja. Tehetek mást. Vacskovics úr. Nincs veszíteni való. Támogatom a javaslatot. Köszönöm. Vasvári úr, ön kiket javasol? A mérsékelt liberálisok közül Klauzál Gábort és Egressy Sámuelt. A langyosok. Önnek nem osztottunk kártyát. Tovább. A forradalmi ifjúságot képviselje Irinyi József, Petőfi Sándor, Jókai Mór, Bujovszky Gyula és jó magam. A népi vonulatot pedig képviselje Molnár György, Tóth Gáspár és Gyurkovics Máté. Továbbá javaslom, hogy a közbátorsági bizottság elnöki posztját Rottenbiller Lipót lássa el. Köszönöm. Egyébként ezt én magam is így gondoltam. Javaslat elfogadva. Nos, polgármester úr, aláírja a 12 pontot? Rottenbiller. Ha egyszer fordul a helyzet, én mindent magára kenek. Tegyen úgy, polgármester úr. De most írja alá. A közbiztonság és az emberi értékek fontosak. A legfontosabbak a mai világban. És ezeket szemünk előtt tartva kérem, hogy folytassák tovább békés harcukat a haza boldogulásáért. Éljen az ember, éljen Magyarország! Éljen!
ember, hogy tudatlanságra károsztatva elítessék vele, véglényként vegetálva kell leélni nyomorult, jelentéktelen életét. Nem azért született. Eljött végre a nap, mikor felébred álmából az ország. Eljött végre a nap! Mikor több ezer torok kiáltja egyszerre. Elég volt az álistenekből. Elég volt a hazugságból. Elég volt az elnyomásból. Felszólítod önöket, haladéktalanul hagyják el a helytartó tanács térsége. Nyomatékosan felszólítom önöket, hogy hagyják el a térséget! Karodj! Oszolj! Oszolj! Az újonnan megalakult közbátorsági bizottság elnökeként kihallgatást kérek a tisztelt helytartó tanácstól. A helytartó tanács nem ismer el semmiféle bizottság. Önt is felszólítom, hogy hagyja el a térséget! Én Rottenbiller Lipót alpolgármester vagyok. Menjen vissza a városházára, és végezze a dolgát, amíg teheti. Oszolj! Maga nem tudja, hogy kivel beszél. Tudom. Azért nem mondom, hogy szégyelje magát. Most pedig mondja meg ennek a csürhének, akit ide cibált az embereivel, hogy takarodj! Kegyelmes uram! Ezek a perla hajderek reggeltől fogva ordítoznak, randalíroznak, és súlyosan megrongálták az ablakomat! Kártérítést követelek! Oszolj! Ilyen csúnyán beszélni egy szegény magyar asszonnyal! Fény! Német disznó! Német disznó! Itt a várhoz! Vigyázz! Oszolj! Célra! Tarts! Tegyék le a fegyvert! Uram! Köszönöm, Franz! Ma már nem tartok igényt a szolgálataira. Uram! Köszönöm, Franz! Ma már nem tartok igényt a szolgálataira. Rottenbiller úr, régi jó ismerős. Gróf úr, a közbátorsági bizottság nevében kérem a... Kár szaporítani a szót. Jöjjenek föl. Kísérjék fel őket. Gyerünk! Függetlenséget! Barátaim, magyarok! Tisztelettől rogyadozó térdekkel szeretném bejelenteni a Nemzeti Színház legnagyobb művészét, Egressy Gábort! Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar. Bölcsőd az, s majdan sírod is, mely ápol s eltakar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sors keze. Itt élned, halnod kell. Ez a föld, melyen annyiszor apáid vére folyt. Ez, melyhez minden szent nevet egy ezredév csatolt. Itt küzdenek honért a hős Árpádnak hadai. Itt törtek össze Rabigát Hunyadnak karjai. Szabadság! Itten hordozák véres zászlóidat, és elhultanak legjobbjaink a hosszú harc alatt. És annyi bal szerencse közt, oly sok viszály után. Megfogyva bár, de törve nem!
Él nemzete hazán! S népek hazája nagy világ, hozzád bátran kiált! Egy ezredévnyi szenvedés kér éltet vagy halált, az nem lehet, hogy annyi szív hiába ont a vért, s keservben annyi hűkevel szakadt meg a honért. Az nem lehet, hogy ész, erő is oly szent akarat hiába sorvadozzanak egy átok súly alatt. Még jönni kell, még jönni fog egy jobb kor, mely után buzgó imádság epede százezrek ajakán. Vagy jönni fog, ha jönni kell, a nagyszerű halál, hol a temetkezés fölött egy ország vérben áll, és a sírt, hol nemzet süllyed el, népek veszik körül, és az ember millióinak szemében gyászkönyül. Légy híve rendületlenül hazádnak, ó magyar! Ez éltetőd, s ha elbukál, hangyával ezt akar! A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sors keze! Itt élned, halnod kell! Kérek. A helytartó tanács nevében a következő határozatot hozom. A Pest-Budai katonaság csak abban az esetben rendeltettetik ki laktanyájából, ha azzal a nép saját céljai rendes kivitelére kívánna rendelkezni. Továbbá elrendeltettetik a cenzúra azonnali eltörlése, és a sajtóbíróságnak a nép közüli választása. Továbbá a helytartó tanács parancsot adott Stancsics Mihály politikai fogoly azonnali szabadon bocsátására. Stancsics! Stancsics! A határozatok 1848. március 15-ével ettől a perctől kezdve életbe léptek. A helytartó tanács nevében gróf Zichy Ferenc, a helytartó tanács alelnöke beszélt. Győzött a forradalom!